Tavaly ősszel arról szóltak a hírek, hogy a lengyel almát jelentős mértékben károsította a fagy, így az ottani termést főként léalmaként tudják majd értékesíteni. Ez jelentősen megnövelte a magyar léalma árát is, a tavalyihoz képest majdnem duplára lehetett azt értékesíteni. Ezért kevesebb étkezési almát tároltak a termelők. A fagykárok ellenére idén mégis jelentős mennyiségű étkezési almát tudnak behozni az áruházláncok Lengyelországból. Valami megmozdult itt a piacon, de az árakban, a felvásárlási árakban nem érkezett el ez az áremelkedés a gazdákhoz, mint amiket tapasztalunk mi is az áruházakban. Úgy halljuk az információk szerint, hogy 400 forint alatt már nem nagyon kapni az áruházakban almát, és a 120-150 forintos felvásárlási ára, amit a hűtőházakban kínálnak, az túl kevés, és valóban mi is kutakodunk azután, hogy hol duplázódhat meg. Nem csak az Agrárgazdasági Kamara, a termelők és a vásárlók sem értik, miért nőtt ilyen hirtelen és ilyen mértékben az étkezési alma ára. A lengyel almák nagy mennyiségű behozatala pedig tovább súlyosbítja a problémát. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy az üzletláncokban olyan áron kínálják kivételesen az almát, hogy már nem almát fognak vásárolni, hanem más gyümölcsöt, és akkor még inkább itt maradom hazai termelők nyakán. Az az alma, amit úgy gondoltunk össze, hogy kevés lesz a hazai piacnak is. A jelenlegi enyhe időjárás a szakemberek szerint nem árt az idei almatermésnek. Éppen ellenkezőleg, nagyon jó állapotban vannak az ültetvények. Ha idén nem lesz a tavalyihoz hasonló fagy, akár csúcstermésre is számíthatunk.